Fertőtlenítik a kalocsai piac teret. Ezek a képek még tavasszal az első hullám idején készültek, de most is gyakoriak a fertőtlenítések. Napról napra egyre nő a koronavírusos megbetegedettek száma, mely mellett a halálozások is minden nap meghaladják a 100-at. A kormány így most újabb szigorítás mellett döntött, mely értelmében visszahozták az idősávos vásárlást. Minden nap 2 órát biztosítanak a 65 éven felettieknek, amikor csak ők tartózkodhatnak az üzletekben. Ebben az időintervallumban csak a 65 év felettiek léphetnek be az élelmiszerüzletbe, az illatszert, drogériai terméket, háztartási tisztítószert, vegyi árut és higiéniai papírtermékeket árusító üzletbe, valamint a gyógyszert, gyógyászati segédeszköz forgalmazó üzletbe, a gyógyszertárakba. Ezekben az üzletekben idősebb honfitársaink a védett vásárlási idősávon kívüli időszakban is szabadon vásárolhatnak. Így a korlátozás tehát nem minden üzletre vonatkozik, csak az élelmiszert, drogériás terméket, illetve gyógyszert árusító helyekre. A piacokra vonatkozó szabályokról minden település vezetője maga dönthetett. Kalocsa város polgármestere a szabad vásárlást szorgalmazta, természetesen a járványügyi előírásokat betartva. Így a kalocsai piac téren korlátlan időben lehet vásárolni bárki számára. Most egy új szabályozás is, a vásárlási időkorlát szabályozás lépett életbe, amit a kormányzat hozott intézkedést, itt az időseknek a biztosít egy szabad sávot, tehát itt a 65 év alattiaknak kell ezt tiszteletben tartani. Úgyhogy ez is egy újabb szabályozás, amire figyelnünk kell. A vagyonhasznosító Kft. Üzemeltetésében van a piactér, ott nem érvényes ez az időkorlátos. Az egy szabad légterű vásárlási tér, tehát ott időkorlát nélkül biztosított a vásárlás. A védett idősávra vonatkozó szabályok betartásáról az üzletek üzemeltetőinek, alkalmazottainak kell gondoskodniuk. Fel kell szólítaniuk az illetékteleneket a bolt elhagyására, ha pedig ez nem vezet eredményre, értesíteniük kell a rendőrséget. Az idősáv mellett a maszk viselése is továbbra is kötelező minden üzletben, az éttermekben, kávézókban pedig csak elvitelre lehet fogyasztani. Az orrot és szájat takaró maszkot a piac téren is kötelezően viselni kell, ahogy Kalocsán minden közterületen.